Óvatos, de szakszerű mozdulattal szedte le az egyik fecskefészket Tóth István, a Magyar Madártani Egyesület szekszárdi kirendeltségének munkatársa a Gerjené iskola homlokzatáról. Azt mondja, ritka, hogy egy építőipari vállalkozó foglalkozik a természetvédelemmel, de nagy szükség van a szemléletformálásra, mert az utóbbi években drasztikusan csökkent a fecskék populációja. 45-60% között tűntek el az elmúlt 20 évben a fecskállomány, tehát ennyivel kevesebben vannak. Ezek élőhely változások is bekövetkeznek. A szakember úgy véli, a fecskék elsősorban azért tűntek el, mert nem tudnak hova fészkelni az építkezési szokásaink modernizálódásával. A sok betonozott út miatt nem találnak elegendő sarat a fészek építéshez. Az istállók kiürülésével és a növényvédőszerek miatt pedig a táplálékforrás is megcsappant. Továbbá a szélsőséges időjárás sem segíti a madarak életben maradását. Az ember tehát sokat tehet a fecskék megmentése érdekében, így gondolta a Gerjené iskola felújítását végző építőipari vállalkozó is. És a munkavégzés közben ugye már feltűnt egy ideje, hogy itt fecskefészkek vannak, ugye, ami a helyzetet nehezítette, hogy ugye költési időszak volt, ezt mi magunk is tudtuk, illetve hát az első persze bevontunk szakértőket, és a Madártani Intézet munkatársai jelezték, hogy költési időszak végét meg kell várjuk. Németh Zoltán azt mondja, miután meggyőződtek arról, hogy a fecskefészkekből a madarak kirepültek, beszerezték a járási hivatal környezetvédelmi osztályának engedélyét a fészkek eltávolításához, amiket műfészkekkel pótolnak majd. Az esemény példaértékű, mind a természetvédelem, mind az összefogás szempontjából, mondja a település polgármestere. Nagyon jó példát tudunk mutatni a gyerekeknek, és talán nap mint nap, hogy jönnek be az általános iskolába, majd akkor megcsodálhatják ezeket a mesterséges fészkeket. Pedagógusok pedig el tudják mondani, hogy miért van szükség a természetünk védelmére, és miért kell a fecskékre ennyire figyelni. A kivitelező cég vezetője azt mondja, a Gerjené iskola 50 millió forintos energetikai korszerűsítése a plusz feladatok ellenére várhatóan a tanévkezdésre befejeződik.